Amikor Mátyás király 1476 karácsonyán feleségül vette Beatrix királynét, régi vágya teljesült, hiszen Európa egyik legősibb, legnagyobb tekintélyű királyi házából, az aragóniai házból szerzett magának feleséget. Beatrix Nápolyból érkezett Magyarországra, az apja Ferdinánd nápolyi király az aragóniai dinasztiának a tagja volt, ugyan egy fattyú ágon, de mégis ez egy nagyon előkelő és nagyon jelentős családi kapcsolatokat jelentett Mátyás számára. Amikor Beatrix az országba ért és Székesfehérvárnál találkozott férjével, egészen meglepő dolog történt. Ugye a középkorban egy uralkodóháznál, de még a nemesi családoknál is a szerelmi házasság fogalma ismeretlen volt, hiszen a házasságokat politikai érdekek és birtok érdekek alapján kötötték. Mátyásnak is volt már korábban jegyese, sőt házastársa is, a Pogyebrád Katalin királyné, de ez a házasság is, illetve egy korábbi jegyessége, egy cillei lánya szintén politikai érdek alapján kötődött. Viszont ahogy Mátyás és Beatrix találkoztak, Mátyás azonnal szerelmes lett Beatrixbe. Egy olyan személyes kapcsolat alakult ki közöttük, amiről minden korabeli forrás megemlékezik, és mindenki le is írja, a korabeli követek is erről megemlékeznek. Hogyha Mátyásnál valaki valamit el akart érni, akkor a legjobb módszer volt, hogy Beatrixot a pártjára állította, hiszen a királyné kívánságának Mátyás nem tudott ellenállni. Beatrix a királyra gyakorolt befolyása az egyik leglátványosabb módon a királyi udvar átalakításában jelentkezett. Mátyás fiatal korában szinte ki sem mozdult a harcmezőkről, a királyi palotákkal, királyi rezidenciákkal nem nagyon törődött, egyszerűen használta azt, amit elődei építettek. Beatrix azonban rávette az uralkodót, hogy sokkal többet adjon a reprezentációra, a királyi méltóságra, az udvar megjelenésére. Beatrix Magyarországra költözésével számos olasz tudós, művész, humanista és úgy gondolta, hogy van mit keresni ezen a távoli országban is, hiszen Beatrix mellett talán támogatóra találnak, és így elindultak szerencsét próbálni Magyarországra. Az egyik legnevesebb alak közülük Antonio Bonfini volt, aki szintén a nápolyi királyságból származott, tehát úgy szólván földje volt Beatrixnak, és arra számított, hogy a királyné befogadja, szolgálatába fogadja őt. Ezért egy tudományos művet, egy úgynevezett traktátust is hozott magával, és ezzel állított be a királyné udvarába. Sajnos rosszul választotta meg művének a témáját, ugyanis ez a mű a Szüzesség dicsérete címmel készült, és egy a korban divatos dialógus formában íródott, amelyben Beatrix a szüzességet védelmezi más vita partnereivel szemben. Amikor Bonfini ezzel a művel beállított, akkor azonban Budán a legélesebb téma az udvarban éppen az volt, hogy a királynénak miért nincsen gyermeke. Ezért érthető, hogy Beatrix nem mondhatni, hogy kitörő örömmel fogadta volna ezt a könyvet. Magyarán azonnal kirúgta Bonfinit a könyvével együtt. Viszont Mátyásnak megtetszett ez az olasz, és azonnal szolgálatába fogadta. Bonfini így lett végül is Mátyás király történetírója, aki nem a legszebben emlékezett meg ezek után Beatrixről. Ugye Mátyás és Beatrix párosa egy korban is, a saját korukban is egy szembetűnő páros volt, ugye nagyon jól szemlélteti ezt Benedetto Damaiano-nak a híres Fehér Márvány domborműve, amelyet ma is a Szépművészeti Múzeum őriz. A két uralkodó, a király és a királyné egymásra tekint ezen a domborműven, és hát bizony némi hasonló vonásokat is felfedezhetünk rajtuk. Pedig nem voltak hasonlóak első látásra. Mátyás egy nem túl daliás termetű katona volt, aki önmaga is meg volt győződve a saját, hát ha nem is éppen csúnya, de nem kifejezetten előnyös megjelenéséről. Beatrix ehhez képest a korának egyik ünnepelt szépsége volt, amiről például egyik fiatal korában még Magyarországra költözése előtt készített portrészobra, Francesco Laurana gyönyörű műve is tanúskodik. Viszont voltak közös vonásaik, és ezek a közös vonások valószínűleg meghatározóbbak voltak.
mind a ketten nagyon határozottak és eltökéltek voltak a céljaikban, és ezeket a célokat nagyon sikeresen el is tudták érni, legalábbis addig, amíg egymásra támaszkodhattak, hiszen Beatrix Mátyás halála után már kifejezetten sikertelen maradt, és az az erőszakossága, ami Mátyásnál még működött, Mátyás halála után már inkább a kárára vallott. Mátyás is egy nagyon határozott egyéniség volt, aki azonban nem csak erőszakos volt, de ügyes diplomata is volt, és ezért az akaratát mindig érvényesíteni is tudta.